Sőt, közelbe kerülhet Balmazújváros, mivel a helyi képviselők egy része blokkolja a költségvetés elfogadását. Amennyiben nem szavazzák meg, a település elesik az állami támogatásoktól, és 400 milliót vissza kell fizetnie, ami lehetetlenné teszi a település működését. Nem egyszerű a város jelenlegi helyzete, ugyanis a település két önkormányzati képviselője az ellenzéki pacsorokból 2021 végén átült a Fidesz frakcióba. Így mindkét oldalon egyenlő számú képviselő szavazhat, ezért alakult ki a költségvetési padhelyzet, ami most a város működésének leállásához vezethet. Hát ilyenkor az a helyzet, hogy a tegnapi nap folyamán megkaptuk a államkincstárnak a levelét, amelyben közlik velünk, hogy az április havi nettó finanszírozását a városnak felfüggesztik. Ez most azt jelenti, hogy nagyjából 120 millió forint nem érkezik meg a város számlájára, amiből finanszíroznák az önkormányzati intézményeket és azok dolgozóinak bérét. Így könnyen kialakulhat az a helyzet, ha továbbra sem szavazzák meg a költségvetést, áprilisban fizetés nélkül maradnak a hívások hivatal dolgozói. Az ellenzék szerint az egész hercehurca célja rákényszeríteni a polgármestert a lemondásra. Fogalmam sincs, hogy miért nem szavazzák meg. politikai indítatást látok a mögött, hogy álljon fel a képviselőtestület, vagy legalábbis a polgármester mondjon le. Ferenci Mária sem szavazta meg a költségvetést. Szerinte a jelenlegi helyzet csak is a képviselők kommunikáció hiánya miatt alakult ki. A közgyűlés nincs beszélő viszonyban egymással három éve. A polgármester és az öt képviselő társam nincs beszélő viszonyba a képviselőtestület másik hat tagjával. Tehát azért nincs költségvetés, mert nem tudunk egyeztetni, nem tudunk egymással tárgyalni. Amennyiben marad a haragos viszony, abban az esetben néhány hét és csődbe mehet a város. Kerestük a Fidesz frakciót is az ügyben, azonban nem kívántak nyilatkozni stábunknak.